Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. A Weekend mai adásában mutatunk részleteket Hegedűs D. Géza nyíregyházi koncertjéből. Ellátogatunk egy csipke kiállításra, de szó lesz az olvasás világnapjáról és a nyírerdő napról is. És ha már erdő, szeptember 21-én is érdemes lesz ellátogatni a nyíregyházi erdei tornapályára, hiszen Kis Hedvig újabb jótékonysági futást szervez, aki most itt a stúdióban vendégünk, és szia, jó estét! Jó estét, szia, köszöntöm a kedves nézőket. Hát maga a futás apropója tulajdonképpen az a téma, amelyről egy könyvet is hoztál. Mesélj először a könyvről, és aztán utána majd a futás részleteiről is faggatlak. Évek óta tanítom a demencia gondozókat, és nem csak a munkásságom, hanem az én tanulmányaim kapcsán is azt gondoltam, hogy szükség lenne egy ilyen összefogó könyvre. Szakemberekkel összefogtunk és megalkottuk. Úgyhogy remélhetőleg tankönyv minősítést is fog kapni, és ebből fogja már mindenki tanítani a demencia gondozókat. Négy részből áll. Ezek a részek igazából úgy vannak felépítve, amely szükséges a napi betegellátáshoz. Kell tudniuk anatómiát, élettant, kell tudniuk foglalkoztatásterápiát és jogot is. Ezeket a hétköznapokban tanítom, ebből a könyvből már hála Istennek, és remélhetőleg mindenki örömére, hiszen egy minőségi, jobb ápolást szeretnénk így a szociális ágazatban ezáltal elérni. Kevesen tudják, de tulajdonképpen azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok családot érint a demencia, vagy úgy, hogy ebbe az állapotba kerül valaki idősebb korában, vagy pedig családtagként kell a mindennapokban sokszor küzdelmes pillanatokat megélni. Ugye a demencia és az Alzheimer kor, ha jól tudom, Magyarországon 250 ezer beteget érint, és hogyha mondjuk átlagosan egy négytagú családot számolunk, akkor azért ugye ez egy nagyon jelentős szám. Tulajdonképpen most itt ezzel az eseménnyel is magára a betegségre, illetve hát a megelőzésre hívjátok fel a figyelmet. Azt gondolom, hogy a laikus emberek úgy gondolják, hogy az időskorral együtt jár a demencia. Meg lehet ezt valamilyen módon előzni, vagy legalábbis ki lehet tolni a kezdeti éveket? Igen, az volna a célunk, hogy a társadalomnak tudjunk üzenni, hogy mivel tudja megelőzni. Mindenki azt mondja, hogy jó, nincs megelőzés, de igen van. Azt, amit csinálunk mi életmódunkkal, ezt a rohanást minden nap, hát ezt nem szabad csinálni. Kell nekünk egy stresszmentes életmód, egy kiegyensúlyozott családi háttér, és egy nyugalmas hétköznap, egy nyugalmas munka, és szépen élne az életünket. Hát és ez nagyon jó recept lenne, de tulajdonképpen erre azt mondják, hogy akkor mondd meg nekünk, hogy ezt hogyan is lehet kivitelezni, mert hiszen szinte minden családot érint az, hogy mindennapi stresszek vannak, nem érik utol magukat, széthullanak a családok, és azt gondolom, hogy ez nem csak Magyarországon, hanem az egész világon. Egész világot érintő probléma. A demenciának két nagy csoportja van. Van az Alzheimer-kor, aminek a világnapján fogunk együtt futni és küzdeni, illetve van a vaszkulális eredetű. Mikor azt mondjuk, hogy az érrendszerünk kapcsán van a megbetegedésünk, mert kapunk egy sztrókot, vagy kapunk egy agyvérzést, és sajnos bizonyos agyi területek elhalnak, és ezek már nem fognak újraépülni. És ennek kapcsán az érző mozgatóközpontok jó esetben már tovább nem működnek, és elkezdünk dementálódni, elveszítik az idegsejtek a működésüket. Ezáltal nagyon korán is már kialakulhat a demencia, ezért szükséges az, hogy hétköznapokban tegyünk az egészségünket, mozogjunk. 30 perc gyaloglás, már is tettünk az egészségünkért. Már negyedik alkalommal szervezzük ebben az évben a futásokat, és én nagyon szeretném fölhívni a lakosság figyelmét arra, hogy nem kell és nem kerül sokba, csak menjen, tegyen, 30 percet gyalogoljon. Ezen a napon nem csak futhatunk, hanem majd gyalogolhatunk és sétálhatunk is, és megpróbáljuk olyan kiegészítő szolgáltatásokkal felhívni a lakosok figyelmét, hogy mi az, hogyha már esetlegesen valami olyan jel van, talán azt mondom, elfelejtettem? Azt mondom, hogy nem emlékszem rá, hova tettem, mert hogy nagyon lassan, alattomosan alakul ki ez a megbetegedés. Évekig csak lappang.
egyszer csak hirtelen majd ránk fog törni, és azt mondjuk, hogy nem tudom, hogy mi volt tegnap, nem emlékszem a nevemre, de akkor már nem az enyhe stádiumban vagyunk, akkor már sajnos a középsúlyosba is kerülünk nagyon hamar. Ez a betegség világ probléma. Sajnos nem tudunk eleget foglalkozni vele, és ezért is a munkásságom miatt is tűztem ki ezt az ismételt új célt, hogy akkor megszólítom a lakosságot. És nem csak az ápolókat, gondozókat, akik ugye az én körömben vannak, várom, hanem bárkit, aki akar és tenni szeretne azért, hogy akkor ne legyen majd ebben a betegségben szenvedő alany. Én azt gondolom, hogy aki ott lesz szeptember 21-én szombaton, hál' Istennek most már tényleg egy kellemes kora őszi délelőttön az erdei tornapályán, az minden részletet megtudhat. Egyébként vannak demencia tesztek is, amit el lehet végezni, még a neten is fellelhetők, úgyhogy ideje korán el lehet kezdeni tenni, és ha az ember úgy érzi, hogy egy picit talán elindult ezen az úton, akkor pedig nagyon-nagyon sok táplálékkiegészítővel, mozgással, életmódváltással lehet változtatni. De hogy nehogy valaki azt mondja, hogy elfelejtettem, hogy mikor és hová kell menni, ezért akkor súlyozva, tehát 21-e szombat, 9 óra környékén? Igen, 9 órakor már érkezhetnek a kedves érdeklődők, mert 5 olyan intézmény lesz velünk a megyéből, aki bemutatja a foglalkoztatás terápiáját, hogyan tudjuk kisleltetni, hogyan tudjuk valamennyire csökkenteni a tüneteket egy-egy finom, vagy éppen egy megoldható olyan foglalkoztatással, ami már ebben a korcsoportban szükségeltetik. Elfogyott sajnos az időnk, már csak annyit, hogy említetted, hogy a mindennapokban nem kell rohanni, itt majd lehet akár rohanni is, de gyalogolni is, vagy kellemes tempóban futni. Milyen távok vannak, illetve kell-e majd ott regisztrálni a helyszínen? Igen, 9 órától már regisztrálhatunk, lesz egy 4 kilométeres sétánk, egy 4 kilométeres futásunk, és egy 8 kilométeres, hát úgymond már profi futás. Hát akkor mindenkit várunk szeretettel, köszönjük. Várok szépen. Mindenkit én is, köszönöm szépen. Kedves nézők, nemrég választották meg a Nemzet Színészévé Hegedűs D. Gézát, aki nagy sikerű koncertet adott Nyíregyházán is, a Szimbád Szabadtéri Pódium színpadon. A művész pályája kedves dalaiból válogatott, ezzel folytatjuk a víkendet. Jó estét, jó estét, szerelem, én rám mi van, ha maradtuk én. Hogy érzi magát itt Nyíregyházán a Nemzet színészeként? Nyíregyházán mindig jól érzem magam. A szülőföldön vagyok, itthon vagyok, az enyém között vagyok, és ez csodálatos érzés. És ez a új cím az életében, ez milyen helyet foglal el a szívében, a lelkében? Nagyon örültem, hogy 11 nemzet színésze kolléganem és kollégám úgy döntött, hogy én lehetek a 12. társuk, ez nagy tisztesség, nagyon megrendített, amikor közölték velem ezt a hírt. Én azt gondolom, hogy amikor Ibrányban gyerekeskedtem, az a 1953-tól adatott meg nekem, és ott rúgtam a bőrt, vagy a legelőn szaladgáltam a barátaimmal, vagy kinn a Tiszaparton, örültünk a nyári napfénynek, vagy mentünk Kovács Pisti barátommal zörgő rozsdás biciklinken a csomagtartóra egy-egy ilyen kenderzsákot föl csatolva, mentünk ki a határba a disznónak disznóparédudvát gyűjteni. Nem gondoltam volna én akkor, hogy 2024-ben itt fogok állni önnel szemben, és arról beszélgettünk, hogy milyen érzés a nemzetszínésze egyikének lenni. Egy nagy névsornak a végére kerültem én, szóval
szerénynek kell lenni, és tényleg nagy tisztelettel is, szeretettel is hálával gondolok azokra a nagy erődökre, akiknek én most a nyomába léphettem. Fantasztikus érzés, és még egyszer mondom, hogy nagyon nagy megtiszteltetés. És mikor lesz, vagy mikor van ideje ünnepelni? A színész dolga az, hogy dolgozzon. Én reggeltől estig dolgozom, tehát nincs idő ücsörögni, vagy ábrándozni, vagy jönni-menni. Most ugye itt vagyok, ezt két nappal ezelőtt tudtam meg ezt a hírt. Próbáljuk a Végszínházban a Lilionfi című darabot délelőtt és este. 21-én lesz a Végszínház színpadán a bemutatója. Utána számtalan előadásunk felújító próbája vár ránk, aztán egy másik darabban kezdek el ismét a Végszínházban színészként próbálni december közepéig. Közben jövő héttől elindul a tanítás az egyetemen, növendékeim végzősök, úgyhogy az ő sorsukat kell terelgetni, segíteni, már lázban égnek, hogy milyen jövő vár rájuk majd kint a pályán. Úgyhogy nagyon-nagyon sok irányú a tennivalóm, belül örülök, és energizál ez a helyzet, ez az állapot, és tudom, hogy milyen felelősséggel jár majd a következő időkben is. Minden esetre azt vallom, mint Móri Zsigmond írta, Simonyi Mária szerelmének egy szerelmes levélben, hogy én olyan vagyok, mint a cséplőgép, hogy állandóan csépelnem kell, ha én ezt nem tenném, akkor összeroskadnék, és nem lenne belőlem más, mint egy halomrozsdás vas. Hát így vagyok én is, nekem is állandóan csépelnem kell. Aztán jön belőle az élet, meg jön belőle a szalma, de akkor is folyamatosan éltetjük a világot. Egy óriás kezében játék, ez vagyok én, ha elit és tördel, szétszakít játszik, szétszakít játszik, szétszakít játszik, szétszakít játszik. Cseh Tamás dalokat fogsz itt ma este énekelni. Miért éppen őt választottad? Tavaly a Szemmelweis filmforgatása közben Bérces László barátom kezembe nyomta beszélgető könyvét Cseh Tamással, amit akkor kezdtek el írni, amikor Tamás megtudta, hogy halálos beteg, és így visszatekint az életére. És miközben Szemmelweis sminkbe, hosszú fekete hajjal a jelmezben ültem a öltözőmbe, és vártam, hogy a következő jelenet forgatását, akkor ezt a könyvet bújtam, hogy ne essek ki a szerepből, valami koncentrációba tartson. És hogy olvastam a Tamásnak az önreflexív sorait, egyre inkább az rajzolódott ki, hogy tulajdonképpen ez hiányzik. Ezt várom, ezeket a mondatokat várom, hogy valaki kimondja. És akkor két nagyon fontos barát, alkotó társamat felhívtam, hogy nincs-e kedvük összerakni egy Cseh Tamás estet, ami most rendhagyó módon nem a Cseh Tamás dalokból áll, hanem az ő történeteiből, és persze a dalok végül színesítik ezeket a történeteket. És nekem Hegedűs D. Géza a mesterem volt az egyetemen, tulajdonképpen példaképpen mesterem, és most már barátom. És többször játszottunk apa-fia szerepet, mester és tanítvány szerepet, és ez nekem az ő jelenléte mindig nagyon fontos, és most, hogy két napja ő lett a nemzetszínésze, és ez az első fellépés, ez nekem egy óriási élmény, hogy velem osztja meg most ezt az első ilyen alkalmat. Augusztusban Ópusztaszeren rendezték meg a 10. Magyarok Országos Gyűlése című találkozót, ahol Jánd is képviseltette magát. Kovács Lászlóné Julika a Hungarikummá vált Beregi Keresztszemesről, Fehér Ildikó pedig a családfa és holokauszt kutatásról tartott előadást. Most pedig itt vannak a Weekend stúdiójában. Jó estét!
estét kívánom. És hát nem üres kézzel, mert hát Julika egy gyönyörű keresztszemessel, meg egy könyvjelzővel, meg egy hatalmas paksamétával, úgyhogy azért ennek megvannak a tudományos alapjai is. Ildikó pedig egy nagyon friss oklevéllel, szinte még meleg, hiszen most kaptad meg, de erről hamarosan beszélgetünk. De egy kicsit akkor kanyarodjunk, szaladjunk vissza egészen augusztusig, ópusztaszerig. Ugye ez a 10. alkalom volt, első ízben képviseltette magát Jánd ezen a rendezvényen? Igen, egy kedves ismerősünk meghívására vettünk részt. Kalóz Zsóka csipkekészítő iparművész hívott meg minket. Ő korábban, tavaly a Tiszaparti Triatlonnak főtámogatójaként az első helyezettek részére egy általa készített csipke, nem is tudom megfogalmazni, egy gyönyörű ajándéktárgyat, ami hát sorszámozott és védett kategóriát képviselő terméke neki. Ebből minden kategóriában az első helyezettek kaptak a díjak mellé. És amikor érkezik egy ilyen meghívás, akkor hogy lehet erre felkészülni, vagy mennyire megtiszteltetés mondjuk ez a település számára? Hát végül is a település számára is, és személyesen nekünk is nagy megtiszteltetés volt, mert a Beregi térségnek is szólt, a településnek is, és nem utolsó sorban a keresztszemes hímzésnek, ami szerintem az ország egyik legismertebb hímzés technikája, vagy hímzés kincse, és már nem új keletű ez a találkozás nekünk Kalóz Zsókával. 2013-ban találkoztunk először, a Magyarok Világ találkozójára kaptunk tőle, akkor is meghívást, és akkor még Sukta Bertal Annéval együtt vettünk részt, aki ugye a keresztszemes hímzésnek a Nívó díjas képviselője volt 2021-ben bekövetkezett haláláig, és azért is említem az ő nevét, mert ő az a kapocs köztünk, közös ismerősünk volt Zsókával, Jándi születésű Erzsike, és ő is az értéktárunkba felvételre került halála után, igaz, de ő volt például gyakorlati oktatónk egy 2013-ban indított hímzőpályázatnál, akkor kézigépi hímzést tanult az a csoport, akiből később a Vásárosnamennyi Beregszem Egyesület csoportja létrejött. Én is velük együtt tanultam, csak nem egy településen élünk, így az egyesületnek inkább szakmai támogatója, vagy együttműködője vagyok, nem rendes tagja. Ugye nagyon sokan hímeznek még ma is a Beregi térségben, és gondolom az is fontos, hogy azért ez a tudás, ahogy 2013-ban, mondjuk most 2024-ben is továbbadódjon. Vannak lelkes fiatalok, akik szeretnének ezt a hagyományt folytatni? Vannak. Legtöbbször a könyvtár foglalkozásain keresztül lehet őket elérni, szakköri foglalkozás, vagy nyári kis helyi táborokban. Hát hiányzik az, hogy szervezett tudás átadásra kerüljön sor, mert már a családban nem mindenki tudja megkapni, viszont iskolai oktatásba pedig nincs beemelve. Pedig azt gondolom, hogy ezeket a nemzeti értékeket legalább apró formában a tantervbe is meg lehetne jeleníteni. Nem csak lehetne, hanem ez a jövő feladata tulajdonképpen, ha azt szeretnénk, hogy ne tűnjön el a köztudatból. Az egyik az, hogy megtanulják a készítését, a másik, hogy megismerjék az értékét, a megbecsülését, mert amikor beszélgetek idősebbekkel, akkor hallom, hogy igen, sokat hímeztek, még a régi szőtteseik is megvannak, és a szekrényben ezek nem avulnak el, nem kopnak, nem fakulnak. Akkor most áttérünk, mert olyan szépen jött a történet tulajdonképpen múltról, jelenről, hagyományokról, ami azt gondolom, hogy egy jó átvezetés a családfakutatáshoz. Ildikó, te ebben a témában tartottál itt előadást, ami tulajdonképpen egy nagy léptékű kutatásnak az eredménye, és azt gondolom, hogy ez az oklevél is, úgyhogy mesélj róla. Igen. Tehát nagyon büszke vagyok arra, hogy a több mint 30 éves pedagógus pályám mellett
kialakulhatott. Hát először úgy gondoltam, hogy csak egy hobbiként fog majd megjelenni a családfakutatása az én munkám mellett, de ezt, aki ezzel szeretne foglalkozni, nyugodtan mondanom, elmondhatom, hogy ha a családfakutatásba belekezd, az szinte rabjává válik. Na, ehhez nekem volt a életemben egy olyan motiváció, ami elindította ezt a hobbiból vált kedvező rabságot, mégpedig az, hogy saját családfámnak, illetve mindkét ágának, tehát az apai és az anyai ágnak elkészítettem a családfánkat, egészen visszamentem 7 generációig, tehát hogyha ezt időben szeretnénk meghatározni, akkor 5 generációt tekintve a felmenőkben 2 név kivételével majdnem teljes a családfánk. A 7. generációban mindkét ágon, anyai és apai ágon az 1730-as, 40-es években találtam dátumot, ami azt mondom, hogy hát ez egy óriási eredmény. Nyilván nagyon sok még a fehér folt, de hát ennek számos magyarázata van, hogy miért lehet fehér folt a családfakutatásban. Nem egy egyszerű feladat, különösen, hogyha most a oklevélről szeretnék beszélni, akkor ugye mivel én több mint 30 éve elkerültem Jándról, ettől függetlenül nyugodtan mondhatom, és ugye ez a motiváció, ami engem nagyon megindított abban, hogy a családfámat elkészítsem, és foglalkozzak olyan témával, ami a település híres, nevezetes embereinek a értékeit adja át az utókor számára, és ezek közé tartozott valójában az első olyan pályázatom, ami Kakuk Imre, a híres Jándi ácsmester, akinek a pályázati munkájával kezdtem el ezzel foglalkozni. Tehát, hogy a Beregnek ezt a kis települését egyre jobban megismerjék. Nem csak a környező településen, nem csak a megyében, hanem próbálják megismerni és ismertebbé tenni az ország területén. A kutatásom során megtaláltam Jándi Dávidnak a Budapesten élő rokonait, és ezekből a általuk elkészített fénymásolatokból, fényképekből én készítettem egy, hát idézőjelben egy kis fotóalbumot, és a jelenlegi pályázatom, az szintén nem tudunk elválni Jándi Dávidtól, csak néhány gondolatot, hogy Jándi Dávidról mit is kell tudni. Jándi Dávidnak a unokahúga volt az a személy, aki a holokausztot túlélte, és ezzel kapcsolatosan készítettem ebben az évben a levéltár által meghirdetett pályázatot, és ma kaptam meg éppen az oklevélnek a, illetve elismerő oklevélt, a Jándi település és a települési értéktárnak az elismerését, úgyhogy tényleg valójában az az oklevél a legeslegfrissebb eredmény, tehát itt Léderer Elzsébetről van szó, aki nagyon sok tábort, tehát koncentrációs tábort túlélt, Izraelben telepedett le, és a fiától kaptam meg azt a memoárt, ami fel tudtam használni forrásként, és lett az oklevélnek a második helyezettje, illetve hát pontosabban az eredmény második helyezettjét értem el. Kedves nézők, azt nem tudom, hogy Jándon mennyire szeretnek horgolni, de a nyíregyházi szépkorúak szeretnek és tudnak is alkotni. Az ő műveikből nyílt kiállítás a Váci Mihály Kulturális Központban Csipke Csodák címmel. Az idősek is tudnak alkotni, mégpedig értéket alkotni. Ezekkel a szavakkal kezdődött a Csipke Csodák című kiállítás megnyitója. Szabóni Csiszár Gabriella kiemelte, hogy a Nyugdíjas Szövetség tagjai épp oly aktívak közösségük tagjaiként, mint a horgolásban, a csipkekészítésben. A kiállítások közti idő alatt pedig folyamatosan készülnek az újabb darabok. Így nem lehetett látni, minden évben, illetve minden második évben szervezünk kézimunkakiállítást, illetve horgolásról csipke kiállítást, és mindig más alkotásokat hoznak be, tehát soha nem hozzák vissza a következő évbe azt, ami az első alkalommal megvolt.
Az első horgolt csipkéket bemutató kiállítást még 10 évvel ezelőtt szervezték meg, aminek akkor a megyei könyvtár adott helyet. A kezdeményezés ezt követően a Váci Mihály Kulturális Központban talált otthonra, és vált az intézmény egyik leglátogatottabb kiállításává az évek alatt. Az idei kiállításra 27 alkotó hozta el összesen 314 munkáját. Ide lett hozva 26 darab, de otthon nagyon sok van, mivel én minden egyes nap horgolok, és a csipkézésnek a mindenféle fajtáját művelem. Villahorgolás, zsinórcsipke, filett horgolás, neccelés, és a tárlóba pedig van a rece. És ezeket mindet el tudom készíteni, illetve el is hoztam bemutatni a közönségnek. A napkori Szilágyiné Ilona azt a terítőt is elhozta otthonából erre a kiállításra, amelyet még 50 évvel ezelőtt készített. Annak idején, több mint 60 évvel ezelőtt az általános iskolába, nekünk még politechnika órán ez volt a feladat, kötés, horgolás. Nekem ez maradt meg, mert hamarabb látom a munka eredményét, ahogy készítem, tehát a kötés nekem nehezebb, a horgolás könnyebb, és ezért amennyien lehetőségek vannak, információt beszerezni, azokat mind beszereztem, nyilván a fürgőujjak könyvekből, újságokból, ma meg már az internetről mindent, és mindent meg el lehet készíteni. Van-e olyan eset, hogy ajándékba is ilyet készít valaki kedves ismerősnek, családtagnak, és hogyan fogadják? Nagyon szívesen fogadják, ugye most divat lett az amigurumi és a könyvjelző, amit 11 éves unokáink nagy szeretettel viszik a osztálytársaiknak, tanárnéniknek, kulcstartók és ugye Katica, teknős, Olip, ezeket készítem, meg a gyönyörű könyvjelzőket, és ezt nagyon szívesen fogadják a tanárnénik is, mert hát mindig úgy vannak vele, hogy ezt nem látták még, különlegesnek találják. És arra hogyan reagálnak az unokák, a fiatalok, hogy nyitottak-e arra, hogy meg is tanulják ezt az alkotó munkát? Igen, nyitottak rá, a varrást, tehát a kézi varrást azt már megtanulták, de mivel ugye náluk a sport a lényeg, ők olyan osztályba járnak, ezért majd amellett meg fogják tanulni, csak most a nyáron is nagyon elfoglaltak voltak, és már kérték, hogy mama, mikor fogunk horgolni. Azt tanácsolják a hölgyek, hogy ha elkezdünk egy darabot horgolni, az célszerű néhány napon belül befejezni, mivel a félbehagyott munkán a szemek könnyen elcsúszhatnak. A horgolás, mint alkotó munka, a szépkorúak számára kiemelten hasznos elfoglaltságot jelent. Gondolkodás sokat jelent, feledékenységet azért szerintem kiszűri, és jó agykontroll mellesleg. És vannak sok dolgok, amit már teljesen fejből csinálok, tehát nem kell előszedni a mintát, mert visszaemlékszem rá. Mikor kezdődött az ön életében a horgolás, és megkérdeztetem, hogy miért? Egész fiatal koromban unokatestvér lányok álltunk össze, és tetszett nekem. Belekezdtem, még jobban megtetszett, és azóta nincs olyan nap, hogy egy kicsit ne horgoljak. A kiállítás szeptember 25-éig látogatható a Váci Mihály Kulturális Központ első emeleti kiállító terében. Kedves nézőink, ne menjenek messzire, mert a híradó után folytatjuk a víkendet, szót ejtünk még az Olvasás Világnapjáról, és a Nyírerdő napra is imitáljuk majd önöket, maradjanak velünk. Üdvözlöm újra a Vikken nézőit! Szeptember 8-án volt az Olvasás Világnapja, ezt pedig sajátos módon ünnepelték Nyíregyházán az irodalom barátok. A sustói erdőben tartottak ugyanis hangos olvasást. Mint ágak közt a szél, csillagok közt a felhő, úgy nőni önmagamban kuszára, mint az erdő. A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület minden évben megünnepli az Olvasás Világnapját, közvetítve e jeles nap folyamatosan érvényben lévő üzenetét. Természetesen minden évben
Az olvasásra szeretnénk felhívni a figyelmet, az olvasást szeretnénk népszerűsíteni, hiszen a mai digitális világban erre nagyon nagy szükség van. Van, amikor könyvbemutatóval, van, amikor prózai művek felolvasásával, most ez alkalommal pedig kijöttünk az erdőbe, hogy ne csak lelkileg frissüljünk fel, hanem testileg is, és közben pedig szép verseket szavaljunk. Kinek a felelőssége az, hogy a gyerekek, a fiatalok olvasnak-e? Hát ez több szereplős felelősség, ugyanis a szülőknek nagyon nagy szerepe van abban, hogy a gyerek könyvet vesz a kezébe, vagy nem. A következő lépcsőfok az óvoda, az iskola, és utána pedig a különböző civil szervezetek, közösségek, baráti társaságok. Tehát mi egy következő lépcsőfok vagyunk csak, de fontos lépcsőfok. A világnapot még 1965-ben jelölte ki az UNESCO szeptember 8-ára, hogy felhívja a figyelmet az írás és az olvasás fontosságára. Váci Mihály mindenütt otthon. Otthontalan csavargó vagyok én, hiszen minden vidéken otthon érzi magát szívem. Minden határ fölött a régi kék az ég. S a rozsban mindenütt lefognám kedvesem szemét. Őrházikók előtt akárhol is apám tiszteleg, s ha sorompók közt suhanunk, megint gyerek leszek. És minden állomáson, és mindig megérkezem, szinte leszállnék mindenütt, ahol lámpa int nekem. A városok hatalmas hangszerek, húrjaikon botladozva, emlékeim dallamait újra tudom. Harangszavuk nagy pálma ága fölém hajol, s egy ismerős pad mindenütt int felém a fák alól. Én nem tudom, már sokszor félek, vétkezem, hát nincs anyám, szerelmem és barátom én nekem, hogy én bárhol, bárkit is bolondul szeretek, s e földön én itt idegen sosem lelek. Ha már kezet fogott, és hallgat velem, vagy elkapja az utca mély fölött fuldokló tekintetem, már üldögélnék órákig panasz a tornya alatt, amíg fölöttem szíve harangütései inganak. Váci verset hoztam elsősorban az évfordulóhoz kapcsolódóan, Mindenütt otthon címűt fogom elmondani. Több száz verset tudok könyv nélkül, ezért kérdeztem is a társaimat, mit mondjak, ti mondjátok, őszi verseket, akkor Kányádi Sándort, Csanádi Imrét, Ratkó Józsefet és Radnótit őszi versekkel. Az Olvasás Világnapjára szervezett irodalmi séta állomásain a résztvevők felolvasták az ez alkalomra kiválasztott klasszikus költeményt vagy valamely kortárs szerző versét, esetleg saját írásukat osztották meg a többiekkel. Ki Vácit keresi, tegye verseit olvasva. Sötét égbolton őt egy csillag ragyogja. Szülőháza helyén már ott az új tulajdonos, s megtagadja nevét, mely a helyhez jogos. Ám hordja fütyüli homokba írt emlékét a szél, orgona, akác, a nyírfalevél mind róla beszél. Világlelkének szelleme, tisztasága leng fölötte, és nincs jó érzési ember, ki őt megkérdőjelezze. Váci Mihálytól hozok egy, nem Váci Mihálytól, hanem Váci Mihályról, igen, tőlem származik a vers, és a klorofilkupolás erdei béke. Ezt a versemet, egy prózavers, azért hoztam, mert ahhoz, hogy ezt megírhassam, ehhez olvasni kellett, sokat kellett olvasni, és ez tulajdonképpen egy műalkotás, szabad vers, műalkotásnak nevezném, olyan, mint egy festmény szavakba megfestve, és hát gondolom, hogy értékelni fogják ezt a hallgatóság, meg a madarak, meg a fák. A sóstói sétán megjelent irodalom kedvelők körében valamennyien tisztában vannak az olvasás jótékony hatásaival, de elsősorban a felnövekvő generációra fókuszálva az olvasás népszerűsítése továbbra is közös érdek.
Az olvasást mindig kell népszerűsíteni, hiszen mindig van olyan kihívás az életünkben, korábbi századokban is, ami az olvasásról elvonta a figyelmet, most nálunk ez a digitális világ, de én úgy gondolom, hogy ha a személyes találkozásokat egyre sűrűbbé tesszük, azokat az alkalmakat, amikor élőben elhangzanak az irodalmi művek, akár kortársak, akár klasszikusok, akkor sokat tehetünk azért, hogy az emberek újra könyveket vegyenek a kezükbe, illetve verseket. Kétfelől átölelni a szorongó világot, fogadni benne, s nyitni tőle forgult virágot. Harmadik alkalommal lesz őszi Mese Egyetem Nyíregyházán. A részletes programot Cservenák László és Nagy Balázs mondják el. Sziasztok, jó estét! Jó estét! Ilyenkor mindig elgondolkodom, hogy úristen, már a harmadik, hogy milyen gyorsan repül az idő. Még emlékszem, amikor az első alkalomról mesélt Laci, és minden annyira új volt és friss, és hát persze azt gondolom, hogy minden évben az a célotok, hogy ezt a fajta lendületet és ezt a fajta motivációt megtartsátok, hogy egyben tradicionális legyen a rendezvény, de mégiscsak adjon újat. Úgyhogy egy picit beszéljünk a jelenről, ugye a mostani rendezvényről, és akár a jövőről is, hogy mire készültök. Annyival kezdeném, hogy igen, Balázsa, már beszéltük a negyedik őszi Mese Egyetemet is. Ennél a harmadiknál örülünk annak, hogy nagyon sokan jeleztek intézmények is vissza, hogy akár szakmai szemszögből, tehát hogy óvodákból, általános iskolákból tanítónőket fognak az intézményvezetők delegálni, vagy küldeni, hogy nézzék meg ezt a szakmai konferenciát, de ugyanakkor nyitottunk a város, illetve a megye lakossága felé is, mert ez nem csak egyben szakmai konferencia, mert pontosan a Berec András előadásával szeretnénk megalapozni annak a hangulatát, hogy miért fontos egyáltalán az, hogy Mese Egyetem van, és miért fontos a mese fontossága. És ugye, ha már ugye közeledünk a Magyar Népmese napjához, ugye szeptember 30-es Benedekének születésnapja, akkor hát, ha még jobban föl tudjuk majd arra hívni a figyelmet, hogy mennyire fontos a mostani, és ugye erről már magadával többször beszélgetünk különböző fórumokon, a mostani gyerekek, vagy akár a felnőtt fiatalok lelkivilágában a meséknek a világa, annak a tanúságai, azoknak a mindenféle, főleg pozitív hozadéka, mert negatív szerintem nincs is. Mi erre tettük föl Balázsra, illetve a Nyíregyházi Egyetem OV és Tanítóképző Intézetével most az mindenünket, hogy ez jó sikerüljön, és én a negyediknél már bátrabban nyitnék, erről beszéltünk, de hát ezt majd először most a harmadiknál, a szakmainál. Még annyit, hogy Berec András előtt lesz egy kisfiú, egy 13 éves, a Fintor Marci, aki szintén egy tehetségkutatón tűnt föl, és annyira vagány, hogy ő magától jelezte, hogy ő megmutatná magát a Berec művész úrnak, és őt nem zavarja, hogy egy konferencián fog előadni, és akkor mondtuk, hogy tessék, itt van, és bevállalta, és ő is itt lesz a Nyíregyházi Egyetemen. Igen, szerintem azok a jó mesemondó gyerekek, akikben megvan ez a virtus, meg ez a legkisebb királyfi életérzés, hogy jönnek, látnak és győznek. Hát azt gondolom, hogy a lehető legjobb zsűri előtt fog akkor szerepelni, és a közönség meg majd eldönti, hogy mennyire tetszik neki. Ha már itt gyerekekről és felnőttekről is szó volt, és a mai generációról, de azt gondolom, hogy az a fajta vágy az emberben, hogy a végén minden jóra fordul, a jó győz és a gonosz elbukik, ez akár úgy is nyomon követhető, hogyha nézzük akár mondjuk a filmkínálatot, hogy valahogy szeretünk olyan filmeket nézni például, ahol győzedelmeskedik a jó. Mennyire kell alkalmazkodni az oktatásban, a képzésben a megváltozott világhoz, vagy ugyanazokat az értékeket kell átadni a mai fiataloknak, és hogy látod ezt? Mindenképp kell alkalmazkodni az új elvárásokhoz, de azt gondolom, hogy vannak olyan örök értékek, egyetemes értékek, amelyeket a mese közvetít, amelyek nyilván a jelen generáció számára is nagyon fontosak, és a képzéseinkben mind az óvodapedagógus hallgatók, mind a tanítószakos hallgatók, ugye a napi gyakorlatban, mint alkalmazott mese használják ezt a műfajt, és hát a gyerekekkel való foglalkozásban nagyon fontos az, hogy ők megismerjék ezeket az értékeket, és amifelé próbálunk egy kicsit nyitni, hogy a helyi értékeket is. És azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a szabolcs-szatmári mesekincs az országos viszonylatban is rendkívül gazdag, és hát törekszünk arra, hogy a hallgatók ne csak a 100 magyar népmesét, vagy a 77
magyar népmesét ismerjék, hanem olyan meséket is, amelyeket itt a Nyírségben gyűjtöttek, esetleg a szatmári vagy a szabolcsi területeken. Tehát, hogy ennek mindenképp épüljön be az ismeretanyag az oktatásba is, és hát azok a tantárgyak, amelyeket hallgatnak 3,5 éven keresztül, mesepedagógia, mesemondás elmélete és gyakorlata, meseterápia, mindezt a célt szolgálják. Természetesen igyekszünk ezeket a tradicionális értékeket új módszerekkel is ötvözni, mint mondjuk a Lego módszer, vagy különböző digitális módszerekkel, mert hogy a mesének a közvetítésében ezek az új típusú módszertani eljárások is fontos szerepet játszanak. És ugye, ha meséről beszélünk, azért nem csak népmeséről beszélünk, hanem műmeséről, mai mesékről is, és mielőtt azt gondolnánk, hogy csak ilyen agyromboló mai mesék, vagy akár mesefilmek készülnek, azért vannak nagyon jó meseírók, itt akár a megyénkben is, úgyhogy egy-egy ilyen meseegyetemen gondolom, hogy nagyon széles a téma, amiről előadásokat hallhatnak az érdeklődők. Mi lesz most a kínálat, és akkor egy picit gördüljünk tovább a jövő felé. Mit terveztek a jövő évre? Most egy olyan szakmai előadással nyitunk, amelyet Villányi Péter fog majd megtartani. Ő a Galga Mácsai meséknek a kutatója, országos viszonylatban is elismert néprajzos kolléga, és őt pedig gyakorló szakemberek fogják követni. Hegyes Katalin óvodapedagógus, illetve Takácsné Rajtik Piroska, ők a meséknek az alkalmazott oldaláról, a tanításban való, illetve az óvodai nevelésben való felhasználásáról tartanak majd gyakorlatközeli előadásokat, és én majd ismét egy szakmai előadással zárom majd Ruszkovics Istvánra, a Nyírség kicsit feledésbe merült mesemondójára szeretnék fókuszálni. Így épül fel a jelenlegi program, és ahogy beszéltük Lacival a jövőre való tekintettel, szeretnénk majd megtartani ennek a rendezvénynek ezt a részben tudományos, részben ismeretterjesztő jellegét, és nyitni társ művészetek felé is, például a vizuális kultúra, vagy a filmművészet, esetlegesen a színház művészet, hogyan tolmácsolja a saját eszközeivel a mesét, és meghívni ilyen területekről is előadókat, illetve természetesen nem csak a népmesére fókuszálunk, ahogy mondtad, hanem a műmesének is azért vannak olyan maradandó értékei, amelyek a mai korosztályhoz sok esetben tényleg könnyebben utat találnak, mint a sok száz éves szövegek. Köszönjük szépen, mesés beszélgetés volt. Köszönjük. Köszönjük. Kedves nézők, bár az időjárás nem volt túl kegyes, hétvégén a szabadtéri programunkhoz a Tirpák Fesztivál nem maradt el, erről következik most egy összeállítás. Szeptember 14-15-én talán a dátumhoz illeszkedve mindössze 14-15 fokban vette kezdetét a Tirpák Fesztivál Nyíregyházán. A történelmi, kulturális és gasztronómiai hagyományápolás keretében megszervezett nagy rendezvényt ebben az évben is meglátogatták a megyeszékhely testvér és partner települései. Urrik Attila alpolgármester kiemelte, a lényegét tekintve a Tirpák Fesztivál a város életében a legfontosabb program. Minden város szempontjából nagyon fontos az identitása, hogy honnan eredezteti a gyökereit, ugye ez Nyíregyháza esetében egyértelműen az evangélikus tót lakossághoz kapcsolódik, és nem árt, hogyha a jelenben élők, még ha ez egy távoli múlt is, ezt a fajta szorgalmat, amivel ezt a várost és takarékosságot felépítették, azt szem előtt tartják, mert minden, ami itt a Kossuth téren látható, az az elődeknek a munkája. Sőt, ugye most örökváltság 200. évfordulója is van, amelyben a város akkori 15 000-es lakossága családonként körülbelül mai pénznek megfelelően 80 000 forintot áldozott arra, hogy megváltsa a szabadságát és a saját önrendelkezés útjára lépjen. Az idei Tirpák Fesztiválhoz 14 programmal csatlakozott a Nemzeti Művelődési Intézet, az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban elnevezésű országos programsorozat részeként. Itt megjelennek azok a helyi értékek, amelyekkel gazdagítani tudtuk nem csak Magyarországot, hanem Európának a kultúráját is. És Nyíregyházán ugye a Tirpák Fesztivál keretében leginkább a gasztronómia került a középpontba, és tudjuk azt, hogy ha Magyarországra érkezik egy vendég, az
éhen biztosan nem marad, mert ezzel is kifejezzük a szeretetünket, gondoljunk csak bele, akárcsak a nagyszülők, hogy hogyan tudjuk a szeretetünket kifejezni mi az ételeken keresztül, és ez jó példája ez a rendezvény erre, hiszen ahogyan hallhattuk, láthattuk itt a színpadon, nagyon sok testvértelepülést meghívtak, akik szintén bemutathatják, hogy ők milyen ételeket tesznek szívesen az asztalra, akkor, amikor leginkább ki szeretnék fejezni a szeretetüket. Nyíregyháza testvérvárosai és partnervárosai szívesen látogatják a Térpák Fesztivált, ahová elmondásuk szerint a hagyományőrzés keretében megjelenített programelemek mellett a helyiek vendégszeretete miatt is jönnek. Nagyon tetszik az, hogy különböző csapatok, főzőcsapatok jelennek meg a fesztiválon bőséges választékkal, ugyanakkor a fellépők széles palettája is tetszik nekem, legyen szó zenéről, táncról, legyen szó modernről vagy hagyományosról. És ezen túl szeretném kiemelni a kézműves termékeket. Legutolsó alkalommal vettem is magamnak itt egy konyhai kötényt, amit azóta is használok. Szombaton 21, vasárnap 26 csapat kínálta ételeit a látogatóknak. Visszatérő vendégként jelent meg önálló standdal 2024-ben is a nagykállói Kállai Rudolf szakképző iskola a fesztiválon. Tapasztalataik szerint, bár már hajnalban elkezdték a főzést, a fesztivál látogatók igényeit nem tudják kielégíteni teljes mértékben. Alig kezdődött el a Térpák Fesztivál Nyíregyházán, de az önök standja előtt már folyamatosan csoportosulnak az emberek, mivel készültek a fesztivál látogatók számára. Igen, számunkra egyik legfontosabb évi eseményünk a Térpák Fesztiválon részvétel, és ha részt veszünk rajta, nekünk mondtunk, hogy akkor a legmagasabb színvonalú szolgáltatást nyújtsunk. Mi már hajnal fél ötkor kint voltunk, és ugye Kállai igaz egy kis iskola Nagy Kállóban, de az eleje abban rejlik, hogy nagyon jó kollektív van, és összedolgozunk. Na most ez máshogy nem is ment volna. Mivel készültünk? Hát természetesen ugye van egy olyan étlapunk, ami ugye tudjuk, hogy a tírpákokra jellemző kell, hogy legyen meg az árban olcsón kihozható legyen. Nálunk a sztapacska az egy nagyon kuriózumként, és a tavaly mennyiséget tovább 10%-kal növeltük, tehát 80 kg alapanyagból készítettük, de szerintem ez is délelőtt el fog fogyni. Illetve természetesen egy főtétellel, a levessel készülünk, az babos, gulyás, leves, egy kicsit megvadítva, tírpákosítva. A puliszka, mint kínálat, nem maradhat ki a kínálatunkból, illetve újként jött elő, hogy kukoricalisztből, almából, rendes lisztből egy süteményt készítettünk, majdnem 30 tárcával sütöttek le a kollégák tegnap. Voltak, akik első alkalommal jelentek meg a fesztiválon, kínálva nagy odafigyeléssel készített ételeiket. Ez tárkonyos vadragú leves lesz, erdély módra. Az mit jelent? Ez erdész módra. Ez azt jelenti, hogy vadhúsból készült, és borsó nincs benne, és paprikával, meg galuskával készül el, és meg gombával. Az orosiak étele elnyerte a legjobb levesnek járó díjat a hétvégi Térpák Fesztiválon. A körülbelül 120 adag leves rövid időn belül elfogyott, de az Egyesület standjánál a palacsinta miatt is folyamatos volt az érdeklődés. Az Egyesület a fesztiválon második alkalommal vesz részt. Tavaly voltunk első alkalommal, akkor is palacsintát sütöttünk. Nagy sikere volt ennek az egész eseményen. A palacsintáról híres az Orosért Közéleti Egyesület. Itt most hány tag képviseli az Egyesületet? Több mint 10 vagyunk most, de még később csatlakoznak a többiek is. Melyik a legnépszerűbb palacsinta vajon? Hát szerintem a kakaós és a nutellás, mert a gyerekek azt szeretik a legjobban. Az esős idő ellenére a fesztiválra sokan kilátogattak, és az ételek idén is ebédidőben elfogytak.
Vendégünk a stúdióban Szokolovszki Géza, ez pedig azt jelenti, hogy hamarosan újra nyír erdőnap, egészen pontosan szeptember 28-án, de hogy konkrétan milyen programok várják az érdeklődőket, azt már mondja el az erdészeti igazgató. Jó estét! Köszönöm szépen, jó estét! Szeptember 28-án 9 órától várjuk a Nyíregyháza környéki erdő látogatókat, erdőbarátokat a Sóstói erdőben az erdei tornapályán, ahol az ilyenkor szokásos Nyíregyházi családi napot tartjuk meg az Erdők Hete rendezvény sorozat nyitó rendezvényeként. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon népszerű az erdei tornapálya. Egyrészt nagyon sok rendezvénynek is ad helyszínt, hiszen például az előző héten 21-én éppen a demencia elleni jótékonysági futásnak adott rendezvény, de hát ha csak azt nézzük és kimegyünk egy átlagos hétvégén, akkor sokan szinte hazamennek az erdőbe sétálni, futni. Én azt gondolom, hogy azok, akik rendszeres látogatói az erdőnek, azok ismerik az erdő törvényeit, és tisztelik is annyira, hogy nem szennyezik, és minden évszakban élvezik az erdő adta gyönyörűséget, de hát azért mégis föl kell hívni mindig a természetjárók figyelmét arra, hogy vannak bizonyos szabályok, amit nem szabad tulajdonképpen elfelejteni. Ennek a jegyében is kerül megrendezésre egy-egy ilyen nap, vagy tulajdonképpen ez már csak az ünneplésé? Hát mi úgy gondoljuk, hogy aki erre a rendezvényre kilátogat, ő már gyakorló és rutinos erdőjáró, hál' Istennek nagyon sokan járnak vissza hozzánk évről évre. Ez a rendezvénysorozat, amikor elindult itt Nyíregyházán, illetve országosan korábbi években, 1997-ben indult el amúgy Magyarországon, akkor az volt a cél, hogy az erdőben dolgozó erdész szakembereket, illetve az ő munkájukat közelebb hozza a társadalomhoz, a lakossághoz, akár itt Nyíregyházán is. Természetesen ez a nap nem arról szól, hogy szabályokat ismertessünk, és különböző szigorú törvényeket hozzunk fel az erdőlátogatóknak, hanem hogy együtt ünnepeljük, hogy milyen szép a Sóstói erdő, együtt örüljünk annak, hogy újra itt lehetünk, hiszen volt olyan rendezvény, amikor sajnos mondjuk Covid miatt nem tudtuk megtartani, illetve együtt örüljünk annak, hogy a Sóstói erdőt igenis nagyon szeretik és tisztelik a látogatók, nyíregyháziak és a környékbeliek is. Borzalmasan sokáig nem volt eső, és nagyon nagy volt a forróság. Ezt például mennyire tudja átvészelni mondjuk akár a Sóstói erdő, mert ugye azért most már nagyon sokat beszélünk arról, hogy bizonyos fajok nem fogják hosszú távon elviselni ezt a fajta szárazságot és forróságot. Veszélyben van-e mondjuk a mi erdőnk itt Nyíregyházán? Nagyon nehezen viseli, sajnos. Az aszály mindig a legrosszabbkor jön, tehát igazából ez a nyár végi forróság és csapadékmentes időszak sajnos rányomta a bélyegét a Sóstói erdőre, és aki nap mint nap jár, illetve nyitott szemmel jár, azt tapasztalhatta, hogy már augusztus elején, augusztus közepén olyan lombkorona fogadta a látogatók, mint a szeptember vége, október közepe lenne, tehát sajnos nagyon sok helyen leszáradt, elkezdte hullajtani levelét akár egy 100 éves tölgyfa is. De mi nem csak a 100 éves tölgyfákra figyelünk, hanem az 1-2 éves csemetékre is, és rájuk nagyobb figyelmet kell fordítani, értelemszerűen kisebb gyökérzettel rendelkeznek, és náluk ilyenkor minden csepp víz számít, vagy számítana. Nagyon nagy károk, illetve helyrehozhatatlan károk most úgy gondoljuk, hogy nem keletkeztek, de természetesen az ősszel bekövetkező pótlási munkákkor ilyenkor a Sóstói erdőt is előre vesszük, szemügyre vesszük, és megtesszük az esetleg elpusztult csemeték pótlását. Lehet, hogy buta a kérdés, de például a facsemetéket öntözik ilyenkor, amikor a száj van, vagy erre nincs lehetőség? Nem buta a kérdés, és már többen megkérdezték, sajnos nem, illetve hát a jóisten öntözi, ha öntözi. Egyrészt óriási területen gazdálkodunk, és nem mindenhol kivitelezhető, illetve általában nem kivitelezhető. Másrészt meg mi úgy gondolkodunk, hogy az a facsemete, ami öntözve van, az nincs rákényszerítve arra, hogy minél nagyobb, minél mélyebb gyökeret növesszen. Egy tölgynek úgynevezett karógyökérzete van, ha és amennyiben ki tud alakulni, olyankor akár 1-2-3 méter mélyről is fel tudja tárni a talajban lévő vizet, de hogyha egy csemetét, akármilyen facsemetét elkényeztetünk, akkor az mindig a felső 30 cm-be szeretne maradni, és ez hosszú távon sajnos sem nekünk, sem neki nem megoldás. Akkor tulajdonképpen a mindent vagy semmit elve érvényesül, tehát aki túlél, az több száz éves tölgyé növekszik majd. Na akkor koncentráljunk egy kicsit a szombatra, a 28-ára, ha mi mindennel készültök.
délelőtt 9 órától várjuk a rendezvényre látogatókat, különösen azoknak ajánljuk a korai kezdést, akik a futóversenyen részt szeretnének venni, ugyanis 9 órától történik a nevezés, amiben ezúttal is a nyíregyházi tájfutók vannak segítségünkre a versenylap bonyolításával. Akkor biztos, hogy nem téved el senki. Nem téved el semmi. A szakasz az minden évben ugyanaz a táv, illetve ugyanazt a szakaszt futjuk le, ami természetesen ki is lesz szalagozva. 9:30-tól kezdődik az óvodásoknak a süni futás, aztán pedig 10 órától a családi futás. Ha beérkezett az utolsó futó is, akkor pedig ünnepélyesen megnyitjuk a rendezvényt, valamikor 3:45-11 magasságába felcsendül az Erdély szimnusz, amit a nyíregyházi erdészet férfi kara néhány kolléganővel kiegészülve fogunk előadni. Aztán utána kezdetét veszik a különböző színpadi és színpadon kívüli programok, hogy néhányat említsek. Eljön hozzánk Egerből a Lóci színpad nevű produkció, ami Lázár Attila zenész, népzenész és bábszínész egyszemélyes formációja, aki fából készült hangszereket mutat be, illetve szólaltat meg a színpadon, odafigyelve arra, hogy magának a zenének a témája és az állatokhoz, az erdőhöz kötődjön. De itt lesz például velünk Dávid Gábor, erdésztechnikus barátunk, kollégánk, aki a Zemplénből érkezik hozzánk, és mint a Magyar Motorfűrészkezelő válogatott egyik hivatalos válogatott tagja fogja bemutatni motorfűrészkezelő tudását. És emellett rengeteg erdészeti kiállítás, bemutató, stand, madarak, gombák, kitömött állatok, mindenféle erdei kincsek várják a látogatókat. És meddig? Mert gondolom azért most már egy picit korán sötétedik. Így van, és oda is kell figyelnünk, hogy még lehetőleg sötétbe össze tudjunk pakolni. Én azt javaslom, hogy aki kiérkezik, ő úgy tervezze, hogy 4-5 magasságában nekünk sajnos már pakolászni kell, tehát minél hamarabb jöjjön ki, és minél több időt töltsön nálunk. Így van, szerintem is 9 órakor már az egy nagyon kellemes idő, ilyenkor egy szép őszi délelőtt. Említetted, hogy van egy családi futás és egy sünyi futás, milyen távra készüljenek a családok? A családi futást ilyenkor stílszerűen mindig az adott évszám határozza meg, tehát idén is 2024 méter plusz-minusz egy kicsit kell futni. Természetesen sportértéke is van ennek a futásnak, illetve hát ki mennyi energiát tesz bele, de elsősorban az erdőjárásra, az erdei futásra, az erdőben töltött időnek az értékességére szeretnénk itt felhívni a figyelmet. Süni futásra az óvodásokat várjuk, az övék természetesen rövidebb. Valamennyivel rövidebb, 200-300 métert kell leküzdeniük. Köszönjük szépen, hát aki 9-től 4-ig, 4-5-ig kint lesz, az garantáltan tesz az egészségért, nagyon sok és értékes tudást is szívhat magába az oxigéndús friss levegőn túl, és természetesen ő is egy ilyen erdőrajongóvá válhat, úgyhogy köszönjük szépen, reméljük sokan lesztek. A szeretettel várunk mindenkit. Kedves nézőink, sajnos ennyi fért csak a mai víkendbe, tartsanak velünk jövő héten is ugyanebben az időpontban, amikor bemutatjuk a Nyíregyházi Állatpark egyik nemrég született gyíkját, de vendégeink is lesznek, például Dohanics László, hogy egy új kiállítást ajánljon önöknek. Én már a búcsúzom, kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, kellemes hétvégét és jó pihenést kívánok, viszontlátásra!